Budapest főváros kormányhivatala, az összes kormányhivat, nagyságban az összes kormányhivatal együttvéve annak az egyhatodát teszi ki létszámban, mindenféleképpen, vagy költségvetésében. De a forgalom tekintetében korán sem így van. Budapest főváros kormányban néhány ügyben egyharmada, fele, vagy teljes országos hatáskörrel minden ügyet mi látunk el. Tehát Budapest terheltsége személyre lebontva is 30%-kal nagyobb, mint más kormányhivatal terheltsége. A jó állam szolgálatában, vagy annak a létrehozásában jeleskedik a Budapest főváros kormányhivatala, és azt igyekszünk elérni, hogy a polgárok gyorsan, empatikusan tudják ügyeiket intézni az életszinte valamennyi területén. És aztán itt hoztam most előbb példákat, ugye, csak hogy mekkora forgalom fordul meg itt a hivatalban, ugye egy 5,1 millió ember került kapcsolatba a kormányhivatallal, mintegy 3,4 millió ember fordult meg, azt jelenti, hogy Budapest lakosságának a kétszerese a kormányhivatalokban is, és olyan, mint a Budapest lakosa közül mindegyik telefonált volna a kormányhivatalba, tehát ekkora ügyforgalom, illetve kapcsolatfölvétel történt a budapesti lakosokkal. A földhivatalban, más hivatalokban is 20-30-40-50-60%-os forgalomnövekedés volt tapasztalható. Ilyen forgalomnövekedés mellett is a kormányablakokban a várakozás idő nem tesz ki többet 15-20 percnél, és 10 perc alatt mindenki el tudta intézni az ügyeit. Egy elégedettségmérési vizsgálat 94%-os elégedettséget mutatott, ami azt mondhatom, hogy majdnem mindenki elégedett volt a kormányhivatal működésével. Volt olyan levél, vagy panaszos, aki nem volt elégedett, csak hogy ilyen is van a kormányhivatal működésével, mert hogy amikor belépett a hivatali helyiségben és megnyomta a gombot, azonnal hívták is, és panaszolt, hogy nem volt ideje megpihenni, hanem azonnal intézték az ügyeit. Jelezve azt, hogy tényleg jó hatásokkal működik a szervezet. De ha jelzem azt, hogy mondjuk a földhivatalunk, amely óriási forgalmat bonyolít le, nyilvánvaló, ugyan a ingatlan vásárlások miatt az ingatlan ügyek száma csökkent, de egyéb területen meg 65%-kal több határozatot és véleményt adtak ki, ami azt jelenti, hogy óriási munka zajlik. Valamennyi nagy projekt, mint egy 54 nagy projekt zajlik, kiemelt projekt Budapesten, azok óriási feladatot rónak a kormányhivatalra, egyrészt annak hatósági osztályára a kisajátításokon keresztül, másrészt a földhivatalokra, és ezek a munkák is gyakorlatilag pontosan lezajlanak, olyannyira, hogy a földhivatalnál korábban tapasztalható hátralék teljesen megszűnt. Ha valaki banki ügyintézéshez, a kormányhivatalhoz fordul, a földhivatalához, akkor az 2-3 nap alatt elintéződik az ügye, ingatlan átruházással kapcsolatos ügyeket 2 héten belül rendezünk, ez a szám fele annak, amelyet hát máshol produkálnak a földhivatalok. Mindez azt jelzi, hogy valóban a budapesti polgárok megelégedését szolgálják a kormányhivatalok működésé, adok szakigazgatás szervei, okmányirdai, kormányablakai gyorsan, pontosan és megelégedésének megfelelően üzemelnek. Ha elmondom, hogy 54 nagy projektnek a menetrendszerű vezénylés az szintén egy hatalmas feladat, ha külön kiemelem a metrót, ahol több mint 1000 határozatot kellett hozni, akkor jelzi, hogy egy gigantikus méretű feladat is munka volt az, amelyet hibátlanul is pontosan elvégzett a kormányhivatal. Mi a cél? Ez volt a második kérdés. Nyilvánvaló, egy úton vagyunk, valamit elkezdtünk 2011-ben, a jó állam kiépítését, és ennek nem vagyunk a végén. Akkor érezzük azt, hogy a vége felé közeledünk, ha Budapesten minden okmányirodájén létrejöttek majd a kormányablakok. Ezekben a kormányablakokban a jelenlegi 260 ügy helyett majd 2500 valahány ügyet lehet rendezni, szinte minden ügyet, amelyel az ember az egész életében találkozik, mind el tudja majd intézni, és akkor, ha majd lehetőség nyílik arra, mert ezek a tesztüzemmódok is elkezdődtek, hogy ügyeket otthonról, e-mailen keresztül intézzünk. Azt gondolom, hogy
ez legalább még egy ciklust igényel, és a következő ciklusban ezen az úton haladva hát a kormányhivatalok igyekeznek szolgálni a polgárokat. De nem csak hát közelebb menve informatikai eszközökkel, hanem komoly innovációt is hajt végre a kormányhivatal. Komoly anyagot tettünk le a kormány asztalára, hogy milyen gyakorlatot, milyen törvényeket kell megszüntetni párhuzamosság miatt, miket kell másként meghozni. Tehát egyfajta racionalizálást hajtottunk végre, pontosan azért, hogy az államigazgatás ügyek könnyebben, korszerűbben és mindenki számára gyorsabban befejeződjenek. Feltehetően, ha a polgárok bizalmát elnyerjük, akkor ezt a következő ciklus végére be is tudjuk fejezni.